Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mégis mit gondolnak, ki lehet az? Az ellenzéki pártok közül talán a legaktívabbak. Mindig mondanak valamit, amitől legalább egy hétig híresek, aztán visszatérnek, újból mondanak valamit. Már lassan túl vannak az előválasztásokon is, hisz ha valaki képviselőjelölt akar lenni náluk, keményen le kell vizsgáznia, meg kell tanulni, hogy miről is van szó, és akkor már is mondanám, Szabóné Kálai Szilvia, mutatkozzon be. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok, szerkesztő úr! Szabóné Kálai Szilvia vagyok, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom alelnöke, és egyben a képviselőjelöltje 8.-9. kerületben. Gyermekei száma? 4 gyermekem van. Elhasznált férjek száma? Elhasznált férjek, jelenleg egy aktív férjem van. Húha, ez nagyon jó. Mit tanult az iskolában? Melyik iskolában? Hát gondolom járt több iskolában. Több iskolában jártam, igen. A 8. általános elvégzése után passzív állapotban kerültem, és elmentem gyermekeket nevelni. Úgyhogy nem folytattam a tanulmányaimat. Közel 22 évig takarító női státuszban dolgoztam. Majd felnőtt koromra megihletett a tudásvágya és esti gimnázium. Leérettségiztem, majd főiskola. A Por Vilmos katolikus tanítóképző főiskolán diplomáztam, roma nemzetiségi szakirányú pedagógiát végeztem, és most jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karán mester diplomámat szeretném megszerezni történelem és társadalom ismeretből. Hát nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogy a legfontosabbat nem mondta, hisz gyakorló édesanyja, és azt már az általános iskola után, amikor férhez ment, akkor elkezdtem mívelni, és azóta is míveli. Igen. Ha megkérdezzük a gyerekeit, mi, hogy vannak megelégedve azzal, hogy állandóan tanul, versenyzik-e a gyerekekkel, a tanulmányi eredményekkel, és jut-e idő ő rájuk is? Nagyon kevés idő jutott rájuk, megmondom őszintén, mert felnőtt koromban kezdtem el ugye a tanulmányaimat, amit kellett volna ugye fiatalként. Így nagyon kevés idő jutott rájuk, de azt látták, hogy anya tanul, akkor nekünk is iparkodni kell. Most ezek a gyerekek ma már felnőtt emberek, 30 éves a legidősebb gyerekem. Úgy látszik, hogy az óviba elkezdődött már, igen. Igen, igen, igen. A legkisebb 14 éves, úgyhogy én hajtom őket ma már még jobban, tudatosabban arra, hogy tanulni kell, muszáj tanulni, szakmát szerezni, és egy jó alapot elkezdeni az élethez. Szilvia, próbálja elmondani a nézőknek, hogy miért fontos az, hogy az ember a középiskolai tanulmányait is időbe végezze, miért fontos az, hogy a család odafigyeljen, és mindent időbe, és ne később a gyerekek, vagy mert biztos sokkal nehezebb. Ez így van, nagyon jól mondja szerkesztő úr. Mivel az ember felnőttként családot alapít, sokkal több nehézségbe ütközik az élete során, lássa csak a munkát, ha van egy olyan ember, mint én, aki 8 általánossal rendelkeztem, és 3 munkahelyen dolgoztam, és a család, és a háztartás, sokkal nehezebb azokat a követelményeket elsajátítani, vagy megküzdeni. Ön szerint ki a hibás, hogy ez így alakul? Egyrészt én is hibás vagyok, egyrészt igazából sok minden a okozója lehet annak, hogy én most éppen miért nem 20 évesen érettségiztem. A lényeg az, hogy ezt megoldott a rektoraktív is, és akkor nézzük azt, hogy Ádám ugyan ő a szóvivő, de ő is szeretne képviselő lenni, mégpedig Zugló városában. Apropó, ön akkor hol indul? 8.-9. kerület, Budapest 6-os számú választókörzet. Mert ez a szűkebb hazája, és jól ismer mindenkit? Hát mindenkit nem ismerek, de az embereket. De tudom, hogy az emberek mit akarnak. Az emberek elsősorban nyugalmat, biztonságot szeretnének, és szeretnének egy hitelt képező baloldalt, mert vágynak rá. Mi ezt pedig meg szeretnénk adni. Ez a biztonság, ez a hitelesség ma megvan a 8-9-ben? Nem látom, hogy meg lenne. Pedig milliárdokat költöttek az előző ciklusban a biztonságra, mindenhol van ilyen
kamerák vannak, és azt mondja a volt kerületvezetője, hogy eredményesek voltak. A biztonság ne csak arra értsük, hogy anyagi biztonság, vagy éppen a bűnözői biztonság, hanem maga az élet, maga a jólét biztonsága nincs meg. Az igen, szolidaritás pont ezt szeretné, a szocializmus pillérei az erejével, hogy mindenkinek jusson megfelelő étkezés, mindenkinek jusson megfelelő lakás. Hát mi most az étkezésből szeretnénk visszavenni, Ádám is, meg én is szeretnénk egy kicsit karcsúbbak lenni. Ádám, Zugló. Köszönöm szépen a kérdését. Valóban fontos kérdés, hogy Zugló, illetve a mi szerepünk, vagy hogy mikik vagyunk. Ám azt szeretném mondani, hogy ebben az országban nagyon sokan élnek olyan emberek, akik például nem élnek meg a fizetésükből, nincsen lehetőségük például jól táplálkozni, fűtést kifizetni, egyebeket. Hát igen, azért is nézünk így ki, mert helytelenül táplálkozunk. És éppen ezért a pártunk már is elsőjétől elindított egyelőre egy online aláírásgyűjtést a 250 ezer forintos nettó minimálbérért. Majd ezt nyilván szeretnénk kivinni offline-ba, tehát magyarul oda menni az utcára, a kis településekre, és egytől egyig mindenkihez eljutni és beszélni, hogy írja alá azt a kezdeményezést. Ádám, a költségvetésben van erre tartalék? Hát hogy ne lenne. Tehát ez a magyar gazdaságban bőven benne van. Nézzük meg azt például, hogy most 250 ezer forintról beszélek, nem is 1000 euróról, ami nyugaton nem a minimálbér, hanem minimálbér alatt van, hiszen az ugye 1200, 1300, 1400 eurótól indul. Bőven benne van, hogy egy audi. Csak így akremből szeretném megtudni, hogy igen, is van ő tehát a közgazdasággal. Erről ugye dr. Szenyi Tibor, aki a pártprogramunk kidolgozásáért volt felelős, mint egyik személy, ezeket alátámasztotta, tehát szívesen elküldjük, illetve a honlapunkon erről lehet bővebb információt kapni. Ez az egyik, tehát szerintem a legfontosabb, hogy hogyan élnek ebben az országban az emberek, nem mi vagyunk mi a fontosabb politikusok. Mi az, amit ön ígér Zuglóba, ami most nincs, amit ígértek és nem hajtottak végre, de ön feltehetően? Ez Zuglónak három nagy kardinális kérdését látom. Egyrészt a mexikói út rendezetlensége, ami körülbelül 30 éve téma, és nyilván ezt a fővárossal együtt bevonva kell felújítani. Ez mit jelent, hogy rendezetlen? Hát menjen ki, és akkor meglátja. Tehát bárki, aki ott járt, az látja, hogy nem elviselhető az a környezet. Következő kérdés ugye a panelrehabilitáció. Tudtam, a Budapest egyik legnagyobb panelkörzetei vannak ott, vagy panelterületei. Illetve... Ön Zuglóba lakik? Nem, én közel lakom Zuglóhoz, de számos emlék oda köt. Édesanyám ott tanított, iskolákból oda jártam, szórakozni oda jártam, ugye a Liget is klasszikusan egy ilyen munkásmozgalmi központi hely, tehát innen is passzol a pártunkhoz. Illetve a harmadik legfontosabb kérdés, én szeretném... Mit tud ön a munkásmozgalomról? Mert ahhoz az egy kicsit fiatal. De mivel közel 15 éve benne vagyok a politikában, ezért volt szerencsém megismerni ezt az időszakot. Ugye nagyjából a 19. század végétől, közepétől elindul a mozgalom. Nagyon jó példa erre, ugye a 250 ezer forintos minimálbére mindenki azt mondja, hogy lehetetlen. 150 évvel ezelőtt azt mondták, hogy a 8 óra munka, hát az nem. Tessék 16 órát Ádám, dolgozni a bányákban, Ádám, mégis elérte a munkásmozgalom. Nagyon könnyen ígérnek. Mit ígér ön? Én azt tudom ígérni, hogy a pártunkat, az emberek érdekképviseletét, hogyha ránk szavaznak, mi az ő érdeküket, az ő 250 ezer forintot fogjuk akarni az országgyűlésben. Hogyha elmegy egy énekversenyre, akkor látja, hogy kik az ellenfelei. Ugyanígy egy ilyen választáson látja, hogy kik indulnak, sőt, hát ugye van egy ellenzék, amik köszönik, nem kértek önökből. Önök így nem is vesznek részt, de hanem önök nagyon demokratikusan, önállóan elindulnak. Végigmente azon, hogy kik azok, akik ott labdába próbálnak rúgni? Hát egy ellenfelünk van, illetve kettő, a Fidesz-KDNP kormány és a szegénység. Pártunk ezt a kettő ellenfelet akarja legyőzni. Na de ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy bejussanak, hisz vannak, én a képviselőkről kérdeztem, akik indulnak ön ellen. Értem, de mi nem szeretnénk másokkal foglalkozni, mi a saját elveink és értékeink mellett szeretnénk politizálni, illetve politizálunk is. Nem mérítsd kérünk, nem nézegetünk. Mégiscsak tudnia kell, hogy ki az mondjuk Zuglóba Hatházi. Akkor konkrétan az előválasztás még nem zajlott le, tehát nem lehet tudni, hogy kik kerülnek majd fel a szavazólapra. És nem is érdekli? Hát a saját ügyeink mellett megyünk. Ádám, ne kábítson, mert én egy hívő ember vagyok. Értem. Én nem hiszem, nem feltételezem önről, éppen elég ideje van a politikában, hogy nem nézed, hogy le tudja győzni, hát, vagy nem tudja legyőzni. Tóth Csaba és Hatházi Ákos fog egyelőre indulni az előválasztáson, hát tudtommal. Nem, egyikük sem kezdő. Nagyon érdekes választókörzet.
ezért is örülök, hogy ott indulhatok. De továbbra is azt mondom, hogy a párt ügyeikkel kell foglalkozni. Most már eleget beszéltünk önnel, sokkal izgalmasabb Szilviával beszélgetni, mégis egy csinos, hogy Szilvia látja, hogy hányan jelentkeztek önöknél. Önök toborozták azokat, akik képvisel... Na, ez egy új megoldás. Ez egy innováció, nagyon güzi. Hogy van megelégedve az eredményekkel? Varázslat. Olyan emberek jelentkeznek be, akikről nem is gondolná az ember, hogy alkalmasak lehetnek. Miért? Csak három fülük van? Nem. Egyszerűen azt mondom, hogy a politikus nem születik, hanem azzá válik. És ezek az emberek fiatalok, középkorúak, első meglátásra abszolút baloldaliak, az ISZON programjával tökéletesen egyetértenek, és mindig úgy jönnek be, körülbelül a 90%-a úgy jött a castingra, hogy végre egy párt, akire várt. És örömmel lehet dolgozni az ilyen emberekkel, ezért mondtam, hogy varázslat. Abszolút, úgyhogy tökély. Szerintem be is fejezhetjük a beszélgetést, már mindent elmondtak, arról nem is beszél, hogy az idő már duplája lejárt. Visszavárjuk önöket mielőbb, csak így köszönjük. Tovább ostromoljanak minket, hogy mindannyiukat be tudjuk mutatni, de legközelebb hozzanak egy szeletet mindenki a körzetéből, hogy mit szeretne ott elérni, mert beszélni azt már jól megtanultak, és nézzük meg, hogy mit ígérnek, és nem csak a minimálbért, hanem konkrétan. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Szabóné Kálai Szilvia és Gaba Ádámot hallhatták a terveikről. Ugyan engem is hallhattak többet, mint őket, de hát így harapófogóval kell kihúzni belőlük a részleteket. Legközelebb ne engedjetek szóhoz jutni, és akkor többet tudtok beszélni. Köszönjük szépen! És ezzel a beszélgetéssel véget ért a Pirkadat, reggeli politikai magazinműsorunk, és most következik a 9 órás híradó. Egy objektív híradó az én zsidó szemüvegemen keresztül, akinek építőjellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, vagy akár telefonáljon, csak könyörgöm, nem éjfél után, mert én is szeretnék aludni, és akkor készítsük a híradót is együtt, jön a híradó, tartsanak velünk, majd élő adást közvetítjük a magyar parlament érdekes beszélgetéseit is ma. Thank you.